Addig tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Először is bemutatkoznék azok számára, akik esetleg nem ismernek. Takács Katalin vagyok, én tájépítészmérnök, és az örökségvédelmi tanulmányaimat én Belgiumban, annak is a francia nyelvű régiójában végeztem. Ez ugyanaz, mint nálunk, ugye a 2 éves műemlékes posztgraduális képzés. És idén évelején jött a felkérés Nagy Gergelytől, hogy az ICOMOS-ban fölmerült, ugye a Karta emlékév kapcsán, hogy esetleg már korábban is kollégák tavaly dolgoztak azon, hogy összevetik a különböző nyelvi fordításokat. Ebből egy cikk is született, úgy tudom, Rácz Miki kollega tollából. És egyébként a különböző nyelvi változatok is nagyon mutatják, hogy különbözőképpen fordították le adott nemzeti nyelvre a kartát. Úgyhogy fölmerült, hogy akkor mi egy ilyen kis munkacsoportban közösen nekiülünk, végigmegyünk, ez egy viszonylag rövid karta a szövegén, és tulajdonképpen új formába öntjük. Én most úgy gondoltam, hogy úgy lesz a prezentációm, hogy először, ha megengedik, akkor felolvasnám a végeredményt, ami igazániból egy szerintem 80-90%-os állapotban van. És azért gondoltam, hogy először felolvasnám, mert nem túl hosszú, és hogyha utána megyünk bele így, hogy mutatom, hogy miken változtattunk, ugyanis, hogyha először belemennék abba, hogy min változtattunk, akkor talán széttöredezik a maga a szöveg. Úgyhogy akkor amíg... Hogyan volt ez? Mit kellett megnyomni? Én is elmegy. Igen. Ah, megy ez. Ami le van kopva. Aha. Jó. Addig ezt a gyönyörű Romhányi idézetet tudjuk élvezni, amíg felolvasom. Tehát nemzetközi karta a műemlékek és műemléki helyszínek, vagy műemlékhelyszínek megőrzéséről és helyreállításáról. A múlt szellemi üzenetét hordozva a különböző népek műemléki értékű alkotásai évszázados hagyományaik élő tanúságaként maradtak fenn a jelenkor számára. Az emberiség, amelynek nap mint nap lelkiismereti kérdése az emberi értékek egysége, közös örökségének tekinti ezeket, és egyetemlegesen felelősnek vallja magát védelmükért a jövő generációi előtt. Ennél fogva kötelességének tekinti, hogy ezeket az értékeket hitelességük teljes gazdagságában adja tovább. Ezért lényeges, hogy nemzetközi szinten kialakítsuk és megfogalmazzuk a műemlékek őrzését és helyreállítását szabályzó alapelveket, egyben minden nemzetre hagyva azt a feladatot, hogy alkalmazásukat saját kultúrájuk és hagyományai keretén belül biztosítsák. Az 1931. évi athéni karta először öntötte formába ezeket az alapelveket, és hozzájárult egy nagyszabású nemzetközi mozgalom kialakulásához, amely tükröződik a nemzeti dokumentumokban, az ICOM és az UNESCO tevékenységében, valamint az utóbbi által a kulturális javak megőrzésével, helyreállításával foglalkozó Nemzetközi Tudományos Központ, ICROM létrehozásában. Ahogy a szakmai érzékenység és a kritikai gondolkodás egyre finomodik, és mind összetettebb és árnyaltabb kérdésekre összpontosít, elérkezettnek látszik az idő az athéni karta elveinek felülvizsgálatára, hogy egy új dokumentumban elmélyítsük és kiszélesítsük annak hatáját. Következésképpen a műemlékvédelemmel foglalkozó építészek és szakemberek második nemzetközi kongresszusa 64. május 25-31 között Velencében ülésezett, a következő szöveget hagyta jóvá. A műemlék fogalma magában foglalja az önálló építészeti alkotásokat, és ugyanúgy a városi vagy vidéki helyszíneket is, amelyek valamely sajátos kultúráról, jelentős fejlődésről vagy történelmi eseményről tanúskodnak. A műemlékek állagmegőrzése és helyreállítása olyan szakterület, amely felhasznál minden a műemléki örökség tanulmányozására és megmentésére alkalmas tudományágat és gyakorlati eljárást. A műemlékek állagmegőrzése és helyreállítása egyaránt célozza azok művészeti alkotásként és a történelem tanújaként való védelmét, megmentését. A műemlékek állagmegőrzése mindenek előtt a karbantartás, a gondozás folyamatosságát követeli meg. A műemlékek megőrzésének mindig kedvez a társadalom számára hasznos funkció, az ilyen használat tehát kívánatos, de nem másíthatja meg az épületek elrendezését vagy díszítő elemeit.
E korlátok között kell megtervezni és engedélyezni a vonatkozó használat és a szokások által megkövetelt átalakításokat. A műemlékek állagmegóvása kiterjed arányainak megfelelően a környezet védelmére is. Ha a hagyományos környezet megmaradt, azt meg kell őrizni, és minden olyan új építkezést, bontást vagy átalakítást kerülni kell, amely megváltoztathatja a környezet tömegarányának és színeinek viszonylatait. A műemlék elválaszthatatlan a történelemtől, amelynek tanúja, és a környezettől, amelyben áll. Ezért bármely műemléknek vagy egyes részeinek az áthelyezése csak akkor fogadható el, ha azt a műemlék megmentése megköveteli, vagy jelentős nemzeti vagy nemzetközi érdek ezt indokoltá teszi. A műemlék szerves részét képező szobrászati, festészeti részletek, díszítő elemek csak akkor választhatók el a műemléktől, ha ez az egyetlen olyan intézkedés, amely várhatóan biztosítja a megőrzésüket. A műemléki helyreállítás olyan művelet, amelynek egyedi jellegét biztosítani kell. Célja a műemlék esztétikai és történeti értékeinek megőrzése és kibontakoztatása, amely régi anyagi valója és a hiteles dokumentumok tiszteletben tartásán alapul. Megáll ott, ahol a hipotézis kezdődik, a feltételezésen alapuló visszaállítások esetében pedig minden esztétikai vagy műszaki okból elkerülhetetlennek elfogadott, kiegészítő változtatás, építészeti kompozíció kérdése és korunk jegyét viseli magán. A helyreállítást mindig megelőzi és végig kíséri a műemlék régészeti és történeti vizsgálata. Ha a hagyományos építési módszerek, technológiák nem bizonyulnak megfelelőnek, a műemlék megerősítésére minden olyan korszerű állagmegóvási és szerkezeti megoldást segítségül lehet hívni, amelynek hatásosságát tudományos adatokkal bizonyították, és a tapasztalat támasztja alá. Bármely korszaknak a műemlék építéséhez való érdemleges hozzátételét tiszteletben kell tartani, a helyreállításnak nem célja, hogy stílusegységet érjen el. Ha az épület több egymás feletti réteget hord magán, a korábbi eltakart állapot kiszabadítása csak kivételes esetben indokolt, azzal a feltétellel, hogy az eltávolított részek csekély értéket képviselnek, míg a felszínre hozott alkotás nagy történeti, régészeti vagy esztétikai érték tanúja és állapotát kielégítőnek ítélik. A kérdéses elemek értékének megítélése és az eltávolításról való döntés nem függhet egyedül a projekt kidolgozójától. A hiányzó részek pótlására szánt elemeknek harmonikusan kell az együttesbe illeszkedniük, ugyanakkor különbözniük kell az eredeti részektől, nehogy a helyreállítás meghamisítsa a műemléket, mint művészeti és történeti dokumentumot. A hozzátételek csak akkor engedhetők meg, ha tiszteletben tartják az épület valamennyi lényeges részét, annak hagyományos kereteit, a kompozíciójának egyensúlyát és a környezettel való kapcsolatait. A műemlék helyszíneket különleges gondoskodás mentén kell kezelni, teljességük megőrzése, valamint felújításuk, rendezésük, helyreállításuk biztosítása érdekében. Az ilyen területen végzett állagmegóvási és helyreállítási munkákat az előző pontokban kifejtett elvek szellemében kell végezni. Az ásatási munkákat a tudományos előírásoknak megfelelően az UNESCO által 56-ban elfogadott vonatkozó nemzetközi javaslat szerint kell végezni. A romterületek rendezése, valamint az építészeti részletek és régészeti leletek szükséges mértékű állagmegóvása és állandó védelme is biztosítandó. Ezen kívül minden kezdeményezés tekintetbe vendő annak érdekében, hogy elősegítse a feltárt műemlék megértését, anélkül, hogy valaha is megváltoztatná vagy eltorzítaná annak értelmét. Ugyanakkor minden rekonstrukciót eleve ki kell zárni, és csak az anasztilózis lehetőségét szabad előirányozni, vagyis a meglévő, de szétesett részek újbóli helyreállítását. Ugye ez ásatási területekre vonatkozik ez a történet. A kiegészítő elemek pedig mindig felismerhetőek legyenek, és azt a minimumot tegyék ki, amely szükséges a műemlék megőrzési feltételeinek biztosításához és formái folytonosságának visszaállításához. Az állagmegőrzési, helyreállítási és ásatási munkák mindig pontos, részletes dokumentáció összeállításával járnak együtt, rajzokkal, fényképekkel illusztrált kritikai jellemző jelentések, beszámolók formájában. A tisztítási, feltárási, megerősítési
Újraösszeállítási vagy kiegészítési munkák minden fázisa, csak úgy, mint a munkák során azonosított szerkezeti formai elemek a dokumentációkban rögzítendők. Ezek a dokumentumok valamely közintézmény archívumában elhelyezendők, kutatók rendelkezési bocsátandók, emellett közzétételük ajánlott. Nem is volt olyan rövid, mint gondoltam, de sikerült felolvasni. És akkor mutatnám, hogy tulajdonképpen mi mit csináltunk. Ugyan nem, nyilván nem gondolnám, hogy franciául sokan, de hát néhány kollega biztos tudtett nekik örömmel, ez egy pluszt is ad. A francia nyelvi szövegből indultunk ki, hiszen ez a karta, ez francia nyelven íródott, majd megnéztük ugye a két magyar változatot, abba pirosra jelöltük be, hogy mi az, amit konszenzusosan elkezdtünk megváltoztatni, és az új magyar fordítás kékkel látható. A címnél kapásból már volt 2011-re is egy feljavított ugye változata a kartának, ahol már a sites, tehát a site franciául, a műemlék helyszínek fogalma az már helyesen a műemléki együttes helyett műemlék helyszínekként szerepel, úgyhogy tulajdonképpen azon nem változtattunk. Viszont magyar nyelven fogalmaztuk meg ugye a conservation és restauration-t. Egyrészt szeretnénk, ez egy üzenet is, hogy igazán volt tényleg a megőrzésről szóljon a műemlékvédelem, nem valaminek egy fix állapotnak feltétlen tehát hogy ne legyen egy negatív konnotáció az egésznek, a restaurálást pedig egyébként az konkrétan maga a helyreállítás. És akkor egy nagyon gyorsan végigmennék, hogy mik az, amikbe belenyúltunk. Vannak néhány apró félrefordítás, egyébként a kartának az üzenete az lényegében nem változott szerintem. Lehet, hogy úgy így felolvastam, nyilván mindenkinek vannak emlékei, hogy mit olvasott, de az üzeneten, a lényegen nem változtattunk. Egy-két helyen van viszont félrefordítás, ami mondjuk ilyen nyelvtanilag, tehát én nem fogom most itt értelmezni a kartát, vagy legalábbis konkrétan nem fogunk látni esettanulmányokat, de nyelvileg például az, hogy mire vonatkozik ott az a bizonyos peuple, tehát a nép szó, az igazándiból ugye a birtokos jelzője a magának a monumentális alkotásoknak. Itt ezen kicsit polémiáztunk, hogy megváltoztathatjuk-e. Ez a monumentális alkotás, ez lehet, hogy egy kicsit félrevezető. Mi ezért úgy gondoltuk, hogy kicserélnénk a műemléki értékű alkotásokra. Ebben benne van az, hogy nyilván nem műemléket hozunk létre, amikor alkotjuk, de idővel azzá válik, és hát abban van egy értékítélet folyamat is. Ennyiben egy kicsit hozzátettünk. A többi ebben a paragrafusban, vagy bekezdő paragrafusban lényegében csak egy apró javítás, formai különbség, hogy hogyan. Nagyon sok helyen látni fogják azt, hogy ez a kell ezt csinálni, azt csinálni, így szól a magyar karta. Ezt kiszedtük, ezt egyértelműen az angol nyelvi szövegkörnyezetből, egyébként elhoztam magammal az angolt is, vették át. Tehát nagyon sok apró félrefordítás azért van, mert lehet, hogy az angolból fordították. A franciában nincsen benne ez a tulajdonképpen ilyen nagyon erős felszólítás, nagyon sokszor kijelentő módban fogalmaz, mint egy természetes alapelv. Úgyhogy vannak ilyen javításaink. Akkor itt nagyon fontos, hogy a címmel összhangban, az előszóban itt megfogalmaztuk, hogy tulajdonképpen itt a kartának az a célja, hogy a műemléki szabályzó alapelveket fogalmazza meg, vagy újra fogalmazza, és hát ugye a címmel összhangban nem a konzerválásról, hanem megőrzésről, helyreállításról szól. Egy-két ilyen apró javítás, hogy egyes szám, többes szám, ezeket kijavítottuk, illetve itt azért karikáztam be a hagyományaikat, mert a magyar szövegben ugye úgy látják, saját kultúrájuk hagyományai szerint, itt ez szerintünk igenis és fontos, hogy a nemzetekre hagyja a karta, hogy a saját kultúrája és hagyományai, nem a kultúrának a hagyományai, szerintem kultúrája és hagyományai keretén belül gondolja át, hogy mikor, mit, hogyan tesz, vagy csinál, és ebben az értelemben egyébként a karta értelmezése az projektenként egyedi. Itt egyetlen egy félrefordítást, amit bejelöltem, hogy nem kultúrjavak, hanem kulturális javakról van itt szó, és természetesen mi most utólag
sok évtizedes távlatban beletettük azt, hogy tulajdonképpen ez az a bizonyos kutatóközpont, ami akkor csak javasoltan alakul. Ez ugye ma az IKROM, úgyhogy gyakorlatilag itt azt úgy gondoljuk, hogy ez az értelmező kitétel, ez belekerülhet. Akkor itt van egy nagyon fontos még az előszóban, hogy igazándiból ugye ez a szakmai érzékenységre, kritikai gondolkodásra egyébként próbál ösztönözni, illetve jelzi azt, hogy az folyamatosan változik, ugye. És ugye az athéni karta meg a velencei karta között is eltelt több évtized, tehát itt a cél az az volt, hogy ezzel az új dokumentummal az athéni kartának a hatáját igazándiból kiszélesítsék, tovább gondolják. Itt ugyanaz a sites vagy sits, ez tulajdonképpen egy javítás. Még nagyon fontos, nem karikáztam be, de nem magyarban úgy van, hogy városi vagy falusi, ezt átjavítottuk vidékire, mondjuk ez lehet, hogy apróságnak tűnik, de egyébként ez a francia nyelvi környezetben, ez egy picit a magyarral szemben, ez így nehezen megfogalmazható, mert nekik az, hogy valami urban vagy rural, az igazándiból egy sűrűsödést jelent, és ami nekünk mondjuk, hogy mondjam, ez minden relatív, mert ami ott vidék, az lehet, hogy a mi szemünkkel nézve az annyira sűrű, hogy egy városi környezet, úgyhogy ez is nyilván adott országon belül azért változik, hogy mit tekint városi vidéki környezetnek. Itt egy nagyon fontos gondolat a fogalom meghatározásoknál rögtön az elején, hogy a műemlékekkel foglalkozó témakör, ez nem egy tevékenység, ez egy szakma, ez egy szakterület, ez egy disziplin, és ezt úgy érezzük, hogy ez így sokkal erősebb, hogyha ezt mondjuk ki szó szerinti fordításban, hogy ez egy szakterület, és az is nagyon fontos, hogy amikor védelemnél néha erősebb szóhasználattal él a francia, ugye a Sauvegarde-ban benne van a megmentés szándéka, úgyhogy itt direkt kicseréltük a fogalmat. Akkor még a picit ez is ilyen nyelvi kérdés, hogy valami egy tanúságtétel, vagy pedig van aminek a tanúja. Ezeket igyekeztünk a helyére tenni az adott szó használatban. A témoin d'histoire az tényleg nem tanúságtételt tesz valakinek, hanem valaminek a tanúja konkrétan maga a műemlék. Akkor nagyon fontos, hogy az állandó karbantartást helyett is azt szeretnénk sugallni, hogy itt egy gondozásról arra kellene ösztönözni. Tehát, hogy nyilván a karbantartás az a valóság, az a gyakorlati valóság, de annak van a folyamatosság, azt tulajdonképpen még szebben kifejezi, mint az, hogy állandó. Aztán van egy nagyon érdekes, nem tudom, hogy működik-e a pointer, nem mindegy, nem baj. Ott kékkel be van karikázva az a szó, hogy eredeti, hogy nem változtathatja meg, vagy nem másíthatja meg az épületek elrendezését. Itt ez az eredeti szó, ez abszolút nincsen benne a francia szövegben. Ezt az angolból vették át. Tehát a francia nagyon egyszerűen nem megy bele annak a polemizálásába, hogy most elkezdje egy kartán belül, hogy mi eredeti, vagy mi nem eredeti. Egyszerűen az elrendezést, mint alapvető térszerkezeti meghatározó részt, vagy a díszítő elemeket egyszerűen objektíven felsorolja. Apróság talán, hogy új kialakításokat, vagy átalakításokat, ez azt hiszem annyira nem feltétlen annyira fontos, mint az, hogy hagyjuk ki azt az eredeti szót, hogyha nincs benne a kartában. Akkor itt kollégák kérdezték még tőlem, mikor átküldtem nekik az anyagom, hogy amúgy miért van benne itt egy másik szín. Hát ezzel én szeretnék magunknak is üzenni, hogy szerintem még van mind dolgoznunk. Ugyanis nekem ezek, amiket itt narancssárgával látnak, új építkezést, bontást kerülni kell. Ez a franciában úgy van, hogy construction nouvelle, destruction, és ott van, hogy proscrit. Ha én ezt szó szerint fordítom, egyrészt a construction nouvelle, tehát itt nem építkezésről van, itt konkrétan építésről, új építésre utal, hogy mi az, amit, és ez kerülni kell, ez így maradhat, de igazán a francia szó szerint azt írja, hogy tilos. Hát ezt majd vitassuk meg, hogy mi a szerencsés, de az biztos, hogy a destruction
az nem a bontás, mert az a demolition franciául, a destruction az a rombolás. És igazából ennek itt az az üzenete, hogy például ne romboljunk a mostani tevékenységeinkkel, amit csinálunk egy-egy adott műemlékkel. Ami ennél viszont még egyértelműbb, hogy a tömeg arányai kifejezést ezt konszenzusosan elfogadtuk ötünk közt, ami igazándiból nem a környezet tömege, hanem magának itt az én tájépítész vagyok, de abszolút örülök, hogyha áttérünk a környezetre, de itt speciál nem tér át az eredeti szöveg, hanem az épületnek a tömegeire vonatkozik. Akkor itt csak pontosítottunk egy kifejezést, hogy szabad áthelyezni a szó szerinti fordítás, hogy akkor fogadható el, mikor fogadható el, egyébként ugyanaz az üzenete a paragrafusnak. Ugyanígy a 8-asnál, hogy ugye a díszítő elemek távolítható el, vagy választható el, mi ezt átfogalmaztuk, de az üzenet ugyanaz. Viszont fontosnak tartottuk még azt a szót is pontosítani, hogyha ez egy olyan intézkedés, amely biztosítja. Tehát hogy ez egy fontos, hogy van olyan eset, amikor ez az intézkedés menti meg azt az adott eredeti részletet, és mondjuk ugye nyilván múzeumban kontrollált körülmények között megőrzik. A 9-es paragrafus, ugye ez talán az egyik ilyen legvitathatóbb történet, itt látják, hogy nagyon-nagyon belenyúltunk. Azt hittük, hogy a többiben ennyire nem fogunk belenyúlni, de hát ez egy ilyen így alakult dolog, ami arról szól, hogy a helyreállítás, tehát hogy a restauration, az egy olyan művelet, amelynek egyedi jellegét biztosítani kell. Itt nem feltétlen, sőt nem az az egyedi vagy kivételes jelleg, itt nem a műemlékre utal, hanem magára, arra a tevékenységre, amit mindannyian végzünk, hogy ez egy minden egyes esetben egy egyedi történet, aminek a célja nyilván egyetemlegesen ugyanaz. Viszont van egy szó, amit szintén szeretném felhívni a figyelmet, hogy kékkel azért karikázzuk be a régi magyar szövegbe. Úgy van, hogy a régi állapot és a hiteles dokumentumok tiszteletben tartására támaszkodik. Ez, hogy régi állapot, ez nincsen benne, viszont benne van az, hogy a régi anyagi valója, itt nem is jelöltem ki a régit, azt kékkel kéne venni, tehát ez a substance ancienne, az konkrétan a műemlék építési anyagára, a régi eredeti anyagra vonatkozik, tehát annak a tiszteletben tartásával próbáljunk meg hozzányúlni ezekhez az objektumokhoz. Alapvetően csak átfogalmaztuk, de abszolút ugyanaz az üzenet, hogy ne hamisítsunk, ugye. Ami még egy érdekes kérdés, hogy a francia úgy fogalmaz, hogy tulajdonképpen az új hozzátétel, ami kortárs jegyeket visel magán, az igazándiból egy kompozíció építészeti, ott ugye úgy van, hogy composition architectural, nyilván ha most kertre vonatkoztatjuk, akkor tájépítészeti, de hát az ugye később jött a kartákba, de tulajdonképpen, hogy ez az új alkotás, ez már egy új kompozíció kérdése. Szerintem az még egy nagyon fontos gondolat, hogyha így leírva deklaráljuk, hogy a helyreállítást megelőzi, végigkíséri ilyen és ilyen vizsgálat. Már nem tart soká. Itt még egy nagyon fontos gondolat, hogy a különböző új technológiák alkalmazása az gyakorlatilag nem kísérletek garantálják, hogy az jó, hanem a gyakorlati tapasztalat, tehát ez explicit benne van, hogy a tapasztalattal támasszuk alá. Tehát mondhatnám azt, hogy lehet, hogy nem a műemléken kell kísérletezni, hanem valamilyen egyéb úton, módon, és akkor ha van róla tapasztalat, hogy működik, akkor nyúljunk a... Akkor itt egy nagyon érdekes, ezt hol van kolléga, igen, Nagy Gergely Domonkos kolléga volt, hogy mondta, ez nagyon fontos, hogy itt a 11-es paragrafus úgy fogalmaz, hogy a hozzátétel az nem bármilyen hozzátételt tartunk tiszteletben, hanem az érdemleges hozzátételt, ez a apport valable. Nyilván ez egyfajta értékkelést, értékítéletet feltételez, hogy ezt is vizsgálni kell, a különböző korszakoknak a hozzátétele az mennyiben
új és pozitív, de ami olyan, azt viszont abszolút tiszteletben tartjuk. Akkor itt pontosítottunk egy olyat, hogy ugye itt most helyreállításról beszélünk, korábbi állapot, az általában ugye mi zárójelbe értelmeztük, hogy az az eltakart állapotra utal, hogy az a mérlegelés tárgya, hogy akkor hozzuk vissza, hogyha, és itt nem sorolom föl, hogyha az kivételesen indokolható, hanem akkor talán inkább őrizzük meg a jövőnek takart állapotában, akár azzal a céllal is, hogy majd később dönthessenek róla mások is, hogy ez ami történik. És akkor egy nagyon fontos gondolat, ami itt a tervezőt nevezi meg a magyar kartaszöveg jelenleg, hogy a döntés az nem függhet egyedül a tervezőtől, az eredeti az nem a tervezőre utal, hanem egyszerűen a projekt kidolgozójára, tehát ott már akkor is, korábban is egy tágabb összefüggésben gondolkodtak, és azt gondoljuk, hogy ezt célszerű lenne beletenni és visszaállítani. Itt különböző értelmezéseket tettünk még hozzá a 12-es paragrafusban, mert itt, ha nem fogalmazzuk meg, hogy a helyreállítás a műemléket ne hamisítsa meg, hanem úgy hagyjuk, hogy gyakorlatilag az egy dokumentum, mert ugye a magyar úgy szól, hogy nehogy a restaurálás meghamisítsa a történeti és művészeti dokumentumot. Ez szó szerinti fordítás, de nem nagyon értelmezhető, úgyhogy itt például mi inkább itt szúrtunk be egy plusz szót. Ez csak egy nyelvi kiegészítés, talán a 13-as paragrafus volt, az, amihez annyira nem nyúltunk. A 14-es műemlék helyszínek ugyanúgy a gondoskodás szót pontosítottuk. Hát igen, hogy most ezek, hogy integrált, ezeket most használjuk, ugye magyarban benne vannak most ezek a frissen használt fogalmak, hogy integrált. Itt talán lehet, hogy itt megpróbáltuk magyarítani, hogy helyette legyen egy teljességében próbáljuk meg megőrizni. Itt van egy apró félrefordítás, szerintem ez a legmosolyogtatóbb. Itt a des objets découverts, az úgy van magyarul lefordítva, hogy a talált tárgyak szükséges mértékű és állandó konzerválására. Ez így elég vicces lenne, hogyha talált tárgyakat konzerválgatnánk. Tehát itt nyilván, hogy a régészeti leletekről van szó, és azoknak a szükséges mértékű. Mi a konzerválás helyett legtöbbször állagmegóvást vagy megőrzést használtunk, attól függ, hogy melyik volt a kontextusban leginkább illő. De egyébként nyilván az üzenetén, az értelmén nem változtatunk, vagy itt nincs semmi különösebb. Akkor itt egy szó, az a Saint-Germain, hogy valaha is megváltoztatná, ez talán apróság, de ez hiányzik, ezt beletettük, az angolban nem volt benne, ezért valószínűleg a magyarba is emiatt nem került bele. Itt talán, bár lehet, hogy az angolban benne volt most, hogy mindegy. Szóval itt lehet, hogy érdemes arra a távlatra is gondolni, hogy ez a időtáv, hogy valaha is, persze ez kicsit nagy zoló, de ha már le van írva, akkor szerintem próbáljuk meg ezt a kontextust is végig gondolni. Itt az értelmét, ez megint azért van más színnel, mert ezen még lehetne gondolkozni, ugyanis a signification az, ha akarom értelme, ha akarom, akkor mást is jelent, jelentőséget, lényeget. Az angolból van az értelme, ugyanis ott nem significance-nek fordították, hanem valami másnak. És még egy fontos dolog, hogy itt tulajdonképpen benne van, hogy a műemlék megőrzéshez annak feltételeit is biztosítani javasolja a karta, úgyhogy szerintünk ez fontos, hogy ez a bizonyos conditions szó, ez nem maradjon ki, viszont ott a magyarban benne volt egy olyan, hogy csupán a minimumot tegyék ki, az viszont kikerült, tehát hogy tegyék ki azt a minimumot, amely a műemlék megőrzés feltételének biztosításához, formai folytonosságnak visszaállításához szükséges. És ez a vége egyébként. Tulajdonképpen a 16-os paragrafus az csak formai, meg szóhasználati változtatás. Talán ez azt a sok kell, ahelyett ilyen más nyelvi formában adtuk vissza. Azt, hogy a francia, ez tulajdonképpen egyébként egy jövő idejű
jelennel, vagy a jelenre vonatkoztatva egy jövőidejű feladattal fejezi ki, ami a magyarban ugye ezek a melléknévi igenevek. És akkor itt vannak ugye a kik vettek részt, ugye ez egy nemzetközi csapat volt, sajnos a magyar résztvevő felek nem kerülhettek rá, az is, és ugye ennyi, köszönöm a figyelmet, hogyha gondolatébresztő volt, annak örülünk, nyilván majd szeretnénk visszajelzést is, meglátjuk, hogy hogyan alakul majd ez a új kartaszöveg a jövőben.